Jó estét kívánok, ez a 7.24, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik röviden. A budapesti keleti pályaudvaron egyre inkább normalizálódik a helyzet. A vasúti közlekedésben sincsenek már nagyobb késések, de Hegyeshalomnál továbbra is át kell szállni. Kevesebben vannak a pályaudvar előtt, mint az elmúlt napokban, és a rendőrök a vonatokhoz engedik a menekülőket. Csak tegnap egyébként 11 ezer Magyarország felől érkező menekültet szállított Németországba az Osztrák Állami Vasúttársaság. Megnyílt az új idegenrendészeti állomás Röszkén. A táborba, ahol a regisztráció zajlik, folyamatosan kísérik be az elfogott hatásértőket. A 700x150 méteres területet ugyanolyan horganyzott acéloszlopokkal vették körbe, mint amiből az ideiglenes határzár épült. A 10 hektáros területen 1000 menekültet tudnak elhelyezni. Közben Szerbia jelezte, hogy Macedónia felől újabb 5000 menekült indult el a magyar határ felé. Elindult a menekültekért az autókonvoj Bécsből. Önkéntesek 130 autója jött délután Magyarországra, hogy segélyeket osszon, majd visszafele menekülőket vigyen Ausztriába. A svájci kormánykoalíció második legerősebb pártjának, a Szociáldemokrata pártnak az elnöke kérte egy interjúban, hogy az alpesi ország a kialakult emberi jogi helyzet és a menekült botrány miatt fagyassza be Magyarország pénzügyi támogatását. A politikus egyben azt javasolta a hatóságoknak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt ne engedjék be Svájcba. Ferenc pápa arra szólított fel minden európai vallási közösséget, rendházat és plébániát, hogy fogadjon be egy-egy menekült családot, és közölte, ebben példát fog mutatni, élen fog járni a vatikáni két plébánia, amelyek már a következő napokban megteszik ezt a lépést. Közben a Pannonhalmi apátság már tegnap befogadott menekülő családokat. Az éjszaka közepén két szír család érkezett a Győrhöz közeli Bencés apátságba. Olaszország déli részén, Nápolyban hatalmas vihar csapott le, teniszlabdányi jégdarabok hullottak. A tengeri felvételen is látszanak a méretes csobbanások. A jég átütötte a házak cserepeit és az autók szélvédőit sem kímélte. Óriási pusztítást végzett a gyümölcsösökben is. A hét egy 40 kilométeres dugóval kezdődött Hegyeshalom előtt, mert az osztrákok minden kamiont és furgont leállítottak és átnéztek a 71 menekült halálát követően. A hét közepén már több ezer menekült várakozott a keleti pályaudvarnál, hogy vonatra szálljon és elinduljon Németországba. Aztán elunva a várakozást, pénteken több százan gyalogvágtak neki az útnak Ausztria felé. Harminc kilométeres sor alakult ki hétfőre az osztrák-magyar határon. Az osztrákok minden olyan autót megállítottak és ellenőriztek, amely alkalmas volt az embercsempészetre. Ez az a mozdulat, amelynek eredményeként mintegy 30 kilométeres lett a dugó Hegyeshalom előtt. Az osztrák rendőrök ugyanis válogatás nélkül minden kamiont átnéztek, hogy nem visze menekülőket. A személyautókat szúrópróbaszerűen vizsgálták át. Az osztrák rendőrség közbiztonságért felelős főigazgatója szerint az ellenőrzés a fő ausztriai csempész útvonalon zajlik, az osztrák-magyar határtól egészen Bajorországig. Kedden már az egész világa a keleti pályaudvart kapcsolta, amit előbb lezártak, aztán újra megnyitottak. A menekülteknek fogalmuk sincs, mi történik velük, ahogy senkinek nincs. Nagyobb káosz nem is lehetett volna. Reggel 9:30-kor még 4 fős önkéntes csapat vigyáz arra, hogy ne legyen káosz a nemzetközi jegypénztár előtt. Kettes sorokba állítják a menekülteket, és csak egyesével engedik őket a pénztárhoz. I'm not working here. Én nem dolgozom itt, mondja ez az iraki férfi, csak segítek. Addig van rend, amíg nem jön a rendőrség. Ha jönnek a rendőrök, kiterelnek mindenkit, és jön a káosz. Everyone go outside. Ide születtem ebbe az országba, hogy az információhoz való jogom sincs meg. Mert hogy utazáshoz jogom nincs, de még információhoz se. Közben a főbejárat előtt a kirekedt menekültek az érvényes jegyüket mutatják, és azoknak az országoknak a nevét skandálják, ahova utaztak volna. Vége a szabad mozgásnak az unión belül, ha nem fogadjuk be a menekülteket. Több európai politikus is utalt erre az elmúlt napokban. Angela Merkel szerint újra kell tárgyalni a schengeni határokat, és az osztrák kancellárnak is súlyos kifogásai vannak. A magyar kormány szerint az osztrákok már felrúgták a megállapodást, amikor ellenőrzéseket kezdtek a határon.
Magyarország nem tartja tiszteletben a közös európai értékeket, szóval az uniós hatóságoknak komolyan, sőt, szigorúan el kellene beszélgetniük a magyarokkal a menekültekkel kapcsolatban, mondta a francia külügyminiszter. Majd egy névtelen diplomatájuk folytatta az Indexnek. Arról beszélt, hogy a magyarok többé nem mozoghatnak szabadon az EU határain belül, ha menekültügyben Magyarország nem vállal szolidaritást a többi tagállammal. A magyar külügy bekérette a francia ügyvivőt. Egy egyszerű üzenet volt a magyar válasz. Maga Franciaország épített az elmúlt hetekben, hónapokban hatalmas, még a magyar kerítésnél is nagyobb kerítést. Aztán a német kancellár ki is mondta, hogy mi lehet a büntetés, ha valamelyik ország kihúzza magát a menekültek ellátásából. Ha nem tudunk megegyezni a menekültek igazságos elosztásáról, akkor néhányan fel fogják tenni a kérdést, hogy mi értelme a schengeni megállapodásnak. Nem ezt szeretnénk. Azt akarjuk, hogy igazságosan elosszuk a menekülteket, és akkor nem kell Schengenről tárgyalni, mondta Merkel. Szerdán bemutattuk, hogy miért nem hagyhatják el az országot a keletiben ragadt menekülők, miközben semmit sem akarnak Magyarországtól. Rendőr sorfala bejárat előtt, hőség, tömeg, mindenkinek nehéz. Több menekültek már a jegye is megvan. Nem is kevés pénzért, de elutazni már nem engedték őket. Just to pass Hungary. We need nothing from the Hungarian government. What does she want from us? A MÁV a rendőrséggel tárgyalt a menekültekről. Úgy döntöttek, hogy a Nyugat-Európába tartó vonatokra csak a megfelelő úti okmánnyal és szükség esetén vízummal rendelkező utasok szállhatnak fel. Lényegében tehát azokat a menekülteket, akiket nem állított meg a polgárháború, több országhatár vagy a szöges drótkerítés, most megállítja a MÁV. Egy magára valamit is adó állam nem engedheti meg magának, hogy ne tudjon arról, hogy kilép be az ország területére. Az uniós előírások miatt állítják meg a menekülteket, ezt mondja a kormány. Ugyanis az Európai Unió jogszabályban előírja számunkra, hogy a külső schengeni határokat védjük meg, ez pedig azt jelenti, hogy tudjunk arról, kontrolláljuk azt, hogy kilép be az országba. Szóval hiába panaszkodnak a hatóságok a menekültáradatra, akit csak lehet, regisztrálni fognak. Bocsánatos bűnnek nevezte az abortuszt a pápa, és a papok belátására bízta, hogy az irgalmasság évében feloldozást adnak-e a terhesség megszakítás bűne alól. Ferenc újabb forradalmi reformjavaslata megosztotta a katolikusokat. Megrázó felvételek készültek a bicskei vasútállomáson a menekültekről, akiket egyszerűen átvertek. A kocsikon ugyanis német feliratok voltak, de a szerelvény a menekülttáborig ment, és erre az emberek csak akkor jöttek rá, amikor le akarták őket szállítani. A mögöttem lévő vonat tele van menekültekkel, ebben a pillanatban viszont úgy tűnik, hogy tulajdonképpen senki sem tudja, merre megy a vonat. Mi magunk próbáljuk meg elmagyarázni nekik, hogy a jelenlegi szabály értelmében ez a vonat biztosan nem fog elhagyni Magyarországot. Olyannyira nem, hogy mint később látni fogják, Bicskéig ment, az egyik menekült tábornak otthont adó városig. Ezeket a megrázó képeket a Reuters hírtelevízió munkatársai készítették, egy családtagjait akarták szétválasztani. De reggel ezt még nem lehetett tudni. Szinte levegőt sem tudnak venni a vonaton lévők, leszállni mégsem akar senki. Ez a nő rosszul lett, őt kénytelenek levinni a társai a vagonról. Közben a Migration Aid munkatársa kétségbe esette magyarázza a menekülőknek, hogy azonnal szálljanak le. Pénteken több százan indultak el a keleti pályaudvarról Bécs felé gyalog. Nem akarnak tovább tétlenül várni az állomáson. Egy-egy nagyobb csoport pedig kitört a röszkei és a bicskei menekülttáborból, mert túl lassúnak ítélték kérelmük elbírálását. Így vonultak délután a menekültek a hegyalja úton. A menet élén egy féllábú fiúval. Ő egyetlen szót ismételgetett. Germany. A helyzet dél körül fajult röszkén, a gyűjtőtáborként üzemelő hangárban. Több száz menedékkérő kitört a hangárból, és az M5-ös autópálya vasrácsát átszakítva átfutott az úton, majd szétszaladt a közeli mezőn. A készenléti rendőrök a nyomukba eredtek, egy részüket gyorsan elfogták, a többiek után hajtóvadászat indult. Az itt összezsúfolt menekülteknek abból lett elegük, hogy a magyar hatóságok túl lassan intézik a továbbutazáshoz szükséges papírokat. Így néz ki a bicskei vasútállomás tegnap óta. Jobb oldalon felsorakozott gyakorlatilag a teljes világ sajtó. Tokiótól Londonon át New Yorkig mindenki itt van. Szemben velük a vonat, rajta a felirat. Nem tábor, nem Magyarország, és szabadság a vonatról.
Délelőtt még többnyire férfiak álltak a vonat és a drótkerítés között, délután már a nők sem bírták tovább. Csecsemőket és kisgyermekeket emeltek a magasba, hogy legyen fotó, ami bejárja a világ sajtót. Közben vagy sokat szóra próbálják elmagyarázni, hogy ők tovább akarnak menni Németországba, vagy nagyon hangosan sírnak. A kormány engedett a nyomásnak, és szombat hajnalban mintegy 100 busszal a határa szállított több ezer menekülőt. Az ország minden pontjáról az osztrák határhoz igyekeztek a menekültek, délben Budapestről ismét gyalog indult el 1000 ember. A Hegyeshalomhoz vitt menekülteknek csak át kellett sétálniuk a határon. A bőrigázott menekülteket osztrák önkéntesek és a Vörös Kereszt munkatársai várták meleg étellel és takarókkal. Nikolsdorfból óránként buszjáratok indulnak a bécsi Westbahnhofra. Innen vonatokkal szállítják őket tovább Németországba. Az éjjel a keleti pályaudvarnál lévőket, a tegnap délóta az M1-es autópályán gyaloglókat és az egyes számú vasúti fővonal mentén a határ felé igyekvőket vitték tovább a magyar buszok. Előzőleg az osztrák kancellár egyeztetett Angela Merkel német kancellárral, hogy befogadják a Magyarországról érkezőket. Erről értesítették Orbán Viktor magyar kormányfőt is. Közben Budapesten ismét megtelt a keleti pályaudvar aluljárója, ahonnan délben, csak úgy, mint tegnap, mintegy 1000 menekülő indult el gyalog a Rákóczi úton át Budára az M1-es autópálya felé. Délután a rendőrök leterelték őket a strádáról. Ez volt a 7.24 friss hírekkel, legközelebb holnap 6 óra előtt 5 perccel várjuk Önöket itt a Story 4-en. Tartsanak velünk akkor is, szép estét, viszontlátásra!